első fél időben 1-0-ás hátrányba került a csapat, de egy igazán kiegyenlített első fél idő volt. Hogyan látod az első játék részt, mennyiben múlt azon, hogy ott hátrányban indult neki a második fél időnek a csapat? Hát az első fél időt úgy láttam, hogy mérkőzés nagy részében kontrollt tartottuk, dominált a csapat, a Békés Csaba egyszer lőtt kapura, abból gólt kaptunk, és ez meghatározta a mérkőzés menetét. Második játék részben több cserével is megpróbálkozott a csapat, több módon is próbált az egyenlítésre harcolni. Mi az, ami miatt nem sikerült ezen az estén a kapuba találni? Hát egyszerű, az egyik az, hogy szerintem a mérkőzés 90-ből 75 percet mi domináltunk, a második fél időben szerintem felborult a pálya, rengeteg beadás, rengeteg lehetőség volt az ellenfél. Nagyon jól kihasználta a lehetőségét, három olyan kontrából mérkőzés, tehát három jó kontrájuk volt, amiből sajnos gólokat kaptunk, de ugyanaz a mérkőzés volt, mint előző héten. Részben egy megnyert mérkőzést elvesztettünk, amíg nem fogunk gólt rúgni, addig nagyon nehéz lesz a bajnokság, mindenkinek össze kell szedni magát. Igen, mire lesz szükség ahhoz, hogy ne csak a játék legyen meg, hanem eredmény és gólok is következzenek ebből, és meginduljon a csapat majd? Hát az egyik, hogy a futballt gólra játsszák, sok jó játékosunk van, szerintem aki kint volt a mérkőzésen, az látta, de az kevés, hogy sok a jó játékos, a játékosoknak be kell tenni a közösbe, be kell tenni a pluszt, ami nem mindig volt meg sajnos. Kezdjük talán az első fél idővel, viszonylag korán érkezett a vezető gól, ez mennyiben segített, mennyiben tette maga biztossá a csapatot, hogyan látta a mester a kispad mellől? Szerencsére mi szereztük meg a vezetést, azt tudtuk, hogy egy nagyon jó csapatról van szó, nagyon jó játékosokból áll, fizikálisan is nagyon jó volt, az gondolom az NB2 mezőnyhez tartozik. Szerettük volna így alakítani a mérkőzést, hogy mi szerezzük vezetést, és azt tudtuk, hogy ha utána védekeznünk kell abba, és fegyelmezettek vagyunk, és van bennünk annyi akarat, akkor ezt meg tudjuk oldani. Azt nem gondoltam, hogy a második félidőben azért ennyire beszorulunk, ott azért két emberünk elfáradt, ezen a talajon, illetve elég sok munkát tettek bele, érthető valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy cseréjék azok jól rendítettek a mérkőzésen. Igen, mindenképpen szerettem volna kiemelni a cseréket. Tudatosak voltak ezek a változtatások, ezeket tervezte előre is, és hogyan látja, és összességében mennyire jöttek be ezek a változtatások? Például a harmadik gól, ugye a két csere, játékos csere támadó hozta össze. Nyilván mindig tervez az ember, azt nem tudjuk előre, hogy ki az, akit kell. Voltak azért váratlanok, itt a mikróról, hogy gondolok a Tóth Mátéra. De a két csatár azt kértük tőlük, ameddig bírják, addig menjenek, addig hajtsák a védelmet, induljanak be, próbáljuk kontrákat vezetni. Azt, amíg jövőn fönn voltak a pályában, megoldották, illetve hát azt is tudtuk, hogy ha friss emberek jönnek, akkor a Volant az a kapu előtt határozott. Elég jó százalékkal értékesíti helyzeteit, a Sármány pedig elég gyors ahhoz, hogy kiszolgálja. Úgyhogy szerencsére egy ilyen volt. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy a végén nem kaptunk gólt, hanem most mi szereztünk kettőt, úgyhogy remélem minden hamarabb belerázódunk ebbe, és akkor még több győzelmünk lesz. A végén még a kapott gólt is elkerült a csapat. Önbizalmilag mennyit jelentett egy kapott gól nélküli győzelem, egy 3-0-ás siker a következő hetekre? Sokat. Hát ha azt nézem, hogy a Hunor 18 éves, ha azt nézem, hogy a Kovács 21, itt a Martin az, aki rutinosabb ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy ahogy most összeadtuk őket az elmúlt héten, ahhoz képest nagyon jól néznek ki. Remélem, hogy sokáig húzzák így. Az elmúlt héten kaptunk egy gólt igaz, egy pontrugásból, de most nem is nagyon volt olyan igazából, amiből gólt kaphatunk volna, úgyhogy nagyon fegyelmezettek voltak, nagyon jó segítettünk rájuk, azt is hozzá kell tenni, a középpályás sorunk óriási munkát végzett, úgyhogy ez így tetszik az eredmény, végül is szeretnénk sok ilyen mérkőzést.